December van, az év utolsó hónapja. Már leesett az első hó, és nagy pelyhekben hullott. Marci és Gergő megbeszélték, hogy a téli szünetben végre azt csinálnak, amit régóta elterveztek. Kincskeresés. Kincset akarnak találni. Hallották, hogy a környező hegyekben olyan barlangok vannak, ahol lehetnek kincsek elrejtve. És most végre lesz idejük, hogy felkutassák azokat a kincseket. De épp most megszólalt az utolsó csengő, és vége az iskolának. Itt a téli szünet. Na, végre kicsöngettek. Már azt hittem, soha nem lesz vége ennek az órának. Én is így éreztem. Már a gyomrom is korgott. De nagyon, alig uzsonnáztam. Aha. Annyira izgulok, hogy végre megcsináljuk, amit elterveztünk. Én is így vagyok, Gergő. De meg kell beszélni, mit veszünk és mikor találkozunk. Hát holnap. Már holnap kezdjük el a kutatást. Olyan rövid ez a szünet. Jó, rendben, de beszéljük meg, mikor indulunk. Amúgy te tudod, hova megyünk? Igen. A múltkor apával voltam fenn a hegyekben, és láttam egy barlangnyílást. Azt mondta, a második világháborúban ott rejtőztek el az emberek. Ott biztos találunk kincseket. Miről beszéltek? Valami kincsről hallottam. Mit terveztek? Szia, Zozó! Jaj, Marci, itt az öcséd. Nem kéne neki tudni ezekről, még elkotyogja. Aztán oda a titkosság. Ne izgulj, Gergő! Nem mond elő semmit. Ő velünk van. Most fogtok kincset kutatni? Marci, el akarod hozni a kutatásra? Nem, dehogy. De falazd nekünk. Nem mond el senkinek semmit. De cserébe kér a kincsből. Ígértem neki, hogy kap belőle, hogyha hallgat. Na jó, de akkor se hozd el. Még valami baja lesz. Jó, rendben. Figyusz, most lesz az az akció. De egy szót se senkinek? Persze, én hallgatok, mint a sír. Tudod, ahogy megbeszéltük, a hegyekbe mentünk sétálni meg hógolyózni. De azért mondjatok nekem el mindent, nagyon érdekel, és hozzatok nekem is valamit. Oké, tehát holnap indulunk reggel, és délután már vissza is érünk. Értem, nagyon elmennék veletek. Jó? Jó? Hát nem. Jó, tudom, nem lehet. Mert még kicsi vagy, és ha bajod esne, akkor kikapnánk miattad. Jó, értem. Akkor menjünk haza, mert készülődni kell a kalandra. Jó, gyerünk, segítek pakolni. Na sziasztok, akkor holnap Marci a busz megállóban. Rendben, szia Gergő! Szia! De hideg lett. Ez már igazi tél. Majd lefagy a kezem. Ne izgulj, Marci. A barlangban már melegebb lesz. Tudod, ott mindig állandó a hőmérséket. Olyan plusz 10 fok. Ja, tudom. De hogy jutunk be? Én izgulok. Ez az egész túra olyan izgalmas. Régóta tervezgetjük. De most olyan hihetetlen, hogy itt vagyunk. Oké. Gyere. Ott a barlang bejárata a nagy fenyő mögött. Emlékszem. Jó, gyere, de akkor én megyek előre. Ne! Ne szaladj előre! Már látom is, itt van a bejárat. Bemegyek, gyere utánam. Felgyújtom a lámpám. Ne, Marci, várj meg! Még bajod esik. Gergő, gyere! Gyújts a lámpát te is! Nagyon klassz itt bent! Óriási ez a barna! Mi van? Mi lett? Mi történt, Marci? Várj, jövök! Marci, hol vagy? Szólalj már meg! Segítség! Csúszom! Thank you.
semmi bajod? Itt vagyok, Gergő, nincs semmi bajom! Lejjebb csúszom egy alsóbb járatba! Te, ez nagyon klassz hely! Gyere utánam! Hát persze! De hogy jutunk ki innen? Majd kijutunk, Gergő! Ne izgulj! Nézz oda! Ott van egy kis fény! Arra biztos van kijárat! De most ne ezzel foglalkozz! Keressük a kincset! Azért jöttünk! Jó, de olyan félelmetes itt. Még nem jártam ilyen mély barlangban. Én sem! De ez most nem számít! Most egy felfedező csapat vagyunk! És ez egy expedíció! Na gyere már! Gyere! Gyere már, Gergő! Nézd, mit vannak itt! Ez egy féldrága kő! Talán cirkónium! Olyan sokszínű és csillog! Lehet? Na akkor tedd el! Majd otthon jobban megnézzük! Itt van egy régi rossz csákány! Valaki már kutakodott erre! De itt hagyta a szerszámot! Júj! Találtam itt csontokat! Nézd! Aszta! Ezek madárcsontok! Biztos valami vad ide hurcolta és megette! Ezt össze kell gyűjteni! Otthon majd megvizsgáljuk, milyen madár! Berakom ebbe az acskóba, jó? És látsz még ott valamit? Igen! Még vannak itt fogak! Valamilyen állatfogai! Ezt is elrakom! Engedj engem is oda! Olyan sok mindent lehet ott találni! Én is szeretnék nézelődni! Jó, gyere! Én addig elteszem a leleteket ide a hátizsákon! Hú, azért van itt még más is! Nézd, régi pénzem! Egy egész halom! Tényleg elrejtőzhettek itt a barlangban régen emberek! Tegyek el ebből is? Hát persze! Majd megvizsgáljuk, milyen pénze! Sok minden kiderülhet ebből! Te, Marci! Találtam valamit! Mit, Muti? Egy ládát! Hű! Ez igen! Ez a legnagyobb kincs, amit valaha találtunk! Mi lehet benne? Ki lehet nyitni? Megpróbálom! Elég nehéz! Le van rozsdásodva a pántja! Au! Az ujjam! Engedj! Majd én megpróbálom! Ez nehéz! Na végre, kinyílt! Ez mi lehet? Ez nem semmi! Ebben valami nagy kincs lehet, ha így világít! Gyorsan zárd vissza, és vigyük el úgy, ahogy van! Jó, nekem még van hely a hátizsákunkban! Belerakom! Oké, és most haza! Mert még ki kell jutnunk a barlangból! Az is idő! Jó lesz, ha hazamegyünk sötétedés előtt, hogy máskor is elengedjenek! Arra a fény felé! Gyere! Ott biztos van egy másik kiárat! Hallom a szél zúgását! Jó! De várj! Ott mozog valami! Biztos valami állat! Egy barlangban mindig laknak állat! Oké, de milyen állat? Jaj! Dövére! Feküdj! Elszálltam! Szerintem ők jobban megijedtek tőlünk, mint mi tőlük. Na, gyere, menjünk! Már nem lesznek te nevérek, elrepültek. Gergő, menj te előre, én tartok tőlük egy kicsit. Jó, gyere utána. Hozod a kincseket? Itt ne hagyd! Persze, itt vannak a hátizsákon. Akkor világíts, menjünk! Nézd, Gergő, ott a rés, ott ki tudunk menni. Ügyes vagy, Marci! Igazad volt, itt a kijárat. Juhé! Végre szabadban vagyunk! Gyerünk gyorsan haza! Mindjárt sötétedik! Gyere hozzánk! Ott megnézhetjük a kincseket! Jó! Szervusztok, gyerekek! Annyira szerettem a telet. Ilyenkor van időm kötögetni. Benn ropog a tűz a kályhában, én meg a jó meleg szobában kötögetek. Sálat kötök Marcinak meg Zolikának. De mindjárt itthon lesznek ezek a tekergők is.
Ez az első nap a szünetből, és már is valami kaland után vágytak ezek a fiúk. Fenn a hegyekben. De mondták, hogy sötétedésre itthon lesznek. Már nagyon várom őket. Szia, Nagyi! Csókolom, Rozália néni! Hát hol jártatok? Nagyon átfázhattatok. Olyan piros az orrotok. Nagyi, képzeld! Fent jártunk abban a barlangban, ahol múltkor Gergő az apukájával volt, és találtunk egy csomó mindent, madárcsontokat. Állatfogakat, régi pénzeket. De a legklasszabb, ez a láda. Nézd, Nagyi, milyen régies. Ez valami különleges. Milyen kincses ládát találtatok? És nekem nem is szóltatok, hogy megjöttetek. Hát, gondoltam, tanultál, nem akartunk zavarni. Persze, hiszi a pöszi. Nem maradtál le semmiről, Zozó. Nyugodj meg, még a ládát sem nyitottuk ki. Mindent látni fogsz. Hűha, ez aztán egy igazi kincses láda. És mi van benne? Azt még nem tudjuk, mi van benne, mert ott nem volt időnk, gondoltuk majd itthon. Hát akkor nyissuk ki. Én is sokat kutattam gyerekkoromban kincsek után. Nagyon izgatottá tettetek. Igen, nyissátok ki! Jó, gyere, Nagyi! Akkor most együtt nyissuk ki! Gergő, te is gyere! Tessék nézni! Ha kinyitom, világít! Nézd, Marci! Itt van valami üzenet! Olvasd, Gergő! Valami régies írás! Titkos írás! Nem, el tudom olvasni. Akkor olvasom. Igen, szerencsés vagy. A világ legértékesebb kincsét találtad meg ebben a ládában. A könyvek könyvét. Remélem, sok más kincshez is elvezet majd. Na hát, sok más kincshez. Ez nagyon jól hangzik. Akkor vedd elő azt a könyvet, Marci. Jó, itt van. Hű, ez tényleg valami különleges könyv lehet. Biztos van benne valami leírás. Hát én sejtem, milyen könyv lehet ez. Igen, van benne leírás. Hogyan találod meg a többi kincset? Rozália néni honnan tudja ezt? Hát mondtam, én magam is kincskereső voltam, és aztán megtaláltam a számomra legfontosabb kincset, méghozzá ennek a könyvnek a segítségével. Tényleg? Nagyi, te megtaláltad ezt a könyvet? Hát nem pont ezt a könyvet, de egy ilyen könyvet találtam. Tudjátok, aki keres, azt tud csak találni. De tudok másokat is, akik legalább olyan elszántan keresték a legnagyobb kincset, mint ti most ezeket a kincseket. Igen? Rozália néni, tessék mesélni nekünk! Igen, Nagyi, mesélj! Jó, mesélek. Mégpedig pont ebből a könyvből. Tetszik tudni, mi van ebben a könyvben? Hát igen. Képzeljétek el, hogy mint a mai tévé élősókban, itt is két csapat egymástól függetlenül meg kellett találnia azt a valamit, vagy valakit. Ebben, a régies könyvben ilyenről van szó. Na hát, Nagyi, te olyan újakat mondasz. Hát igen, tudjátok a latin mondást, nil novi sub sole. Nincs új a nap alatt. Tehát az egyik csapatnak valami rejtjeles kódot mondtak az angyalok, és aztán eltűntek. Tényleg? És nekik kellett kitalálni, hogy a megjelölt földrajzi helyen hol keressenek. Na hát, milyen kód lehetett az? Majd mindjárt elolvassuk. Amúgy is aktuális lesz, mert közeleg a karácsony. De hogy ne felejtsem el, a másik csapat egy tudósokból álló kutató egység volt. Ezek a csillagok állásából kutattak. Ők megtudták, hogy mikor és hol, melyik országban fog megtörténni az a különleges esemény. De hogy hol keressenek és kit, azt nem tudták. Hát ez elég nehéz, így nekivágni a keresésnek. Én biztos nem indulnék el. De ők elindultak, sőt, elszántan kerestek.
és nem adták fel. Hát akkor olvassam nektek ennek a két akciócsapatnak a történetét? Hát persze! Hát persze. Igen! Igen, igen. Tessék, Nagyi! Mondani. Mondjad, Nagyi! Szóval ez az egész esemény 2000 évvel ezelőtt történt, amikor a nagy római birodalomban Augustus császár volt az uralkodó, és kitalálta, hogy népszámlálást tart egész birodalma területén. Így aztán mindenkinek összeírásra kellett mennie az egész birodalom minden tartományában. Mivel Izrael is a római fennhatóság alá tartozó ország volt, Józsefnek és Máriának is el kellett mennie Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, azaz Betlehem. Mivel, hogy a Dávid király leszármazottai voltak mind a ketten. Akit itt látunk, József és felesége Mária, aki az első kisbabáját hordja a szíve alatt. Bármikor megszülethet a kisfia. Éppen összeírásra menne, Betlehem határában vannak, de sajnos eddig sehol sem kaptak szállást, mert minden szálláshely már le volt foglalva. Mit tesznek vajon? Mert az este igen sötét már. József, mi lesz most? Már annyira fáradt vagyok, kellene egy hely, ahol lepihenhetek. Ne aggódj, Mária! A legutolsó szálláshelyen mondták, hogy ott van az a barlangistáló. Ott meghúzhatjuk magunkat éjjelre. Hát a reggelre lesz már egy szoba valahol. Jó, rendben. Csak siessünk. Mert le kell szállnom a szamáról. Már nem bírok tovább ülni rajta. Jó, most rögtön bemegyünk. És aznap éjjel megszületett a különleges fiú gyermek. Sok próféta megjövendölte a születésedet, és most itt vagy, Jézus, az Isten fia, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják a nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Ezek az éjszakák nem igazán melegek. Kutya hideg van. Ne paraszkodj, mert itt ég a tűz. Tudunk melegedni. Hallgass már! Nincs semmi baj. Minden bárány alszik. Te, ez a kutya valamit érzékel. Valami, mintha nem lenne olyan, mint szokott lenni. Nekem is olyan furcsa érzésem van. Lehet, hogy így van. De mi lehet az? Nem tudom. De mintha volna valami a levegőben. Pásztorok, ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig a jel. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Félelmetes mennyei jelenés! El kell bújni! Én is ezt gondoltam! Hova bújjak? Istenet, senki nem állhat meg élve! Mindjárt itt a vég! Pásztorok, ne féljetek, mert nagy öröm van ma a mennyben és a földön. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hát, ha így van, akkor menjünk el, és keressük meg azt a kisgyermeket. De hol keressük? Hát a jászolban, ezt mondta az angyal. Nem igazán fektetnek kisgyermeket jászolba? Igaz. Akkor biztos megtaláljuk. Induljunk! És a pásztorok
Elindultak Betlehem felé, hogy megtalálják a kisgyermeket, akit jászolba fektettek. Benéztek minden istállóba, minden lehetséges helyet kikutattak, és Betlehem határában rátaláltak a barlangistálóra, benne a jászolban a kisgyermekre. Itt a jászol és a gyermek. Ezt adta az angyal jelnek. És mi hoztunk barikát, hogy megtiszteljük Isten fiát. A mi Istenünk nagy irgalmassága ez, hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Azért jött, hogy megjelenjen azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, és igazgassa a lábaikat a békességnek útjára. Pásztorok, köszönjük, amit mondtatok, és az ajándékbarikát is. Isten őrizzen utatokon. Menjetek békével, és Isten áldása legyen rajtatok. Mária, beviszem a barikát az istállóba. Te addig vigyázz a gyermekre. Azzal a pásztorok visszasiettek anyájukhoz. Öröm töltött el a szívüket, mert megfejtették azt a rejtjeles üzenetet, amit az angyal mondott nekik. Egy jászol, egy gyermek valahol Betlehem sötét utcái között. Valami különlegeset kerestek, és megtalálták. Ám ekkor beérkezett a második csapat. A bölcsek, akik igen messziről jöttek. És mivel semmit sem tudtak a gyermek kilétéről, csak azt, hogy nagy király, ezért a jeruzsálemi királyi palotába mentek. Gondolták, a föld királya csak egy palotában születhet meg. De ott a kétszínű, hataloméhes, nagy Herodes királlyal találkoztak, aki rögtön megparancsolta nekik, hogy jelentsék a megtalált gyermek hollétét. Még a vér is megfagyott az ereikben ettől a gonoszságtól, amit ott érzékeltek. De nem adták fel a kutatást. Ha ennyit utaztak, mindenképpen meg akarják találni a fejedelmi gyermeket. Jeruzsálem utcáin bolyongva egyszer csak egy csillag jelent meg előttük, és vezette őket a helyhez, ahol a gyermek volt. Nézd ott! Ott van a csillag, amit otthon is láttunk. De azóta se, egész eddig. És mutatja a helyet, amit keresünk. Megtaláltuk! Nem járunk már messze. Igen, semmi kétség, megtaláltuk. Jók a számításaink! Mert ha a csillag megjelent, akkor jó helyen vagyunk. Igen, itt a jel a csillag. De épp időben, mert olyan nehezek ezek a kincsek, amit hoztunk. De hát méltó, hogy kincsekkel köszöntsük a világurát, nem jöhetünk üres kézzel. Jó, tudom. Csak már nagyon nehéz ez a málha. No nem, itt a gyermek és az anyja. Adjuk át a mirhát. Aranyat. Átadjuk a tömjént. Te, aki az egész földről leszel, fogadd ajándékainkat. És mélységes hódolatunkat. Nagyon messziről jöttünk, hogy először tegyük tiszteletünket te előtted. És boldogok vagyunk. Hogy látták szemeink a te jöttödet. De már is indulunk tovább. Egy másik úton. Mert nem szeretnénk... A nagy Herodes kezei közé kerülni. Nem ám. És ti is óvakodjatok. Mert keres a gyermeket. Akkor nem is tartóztatunk. Isten őrizzen utatokon. Köszönjük a sok ajándékot, nagy tiszteletű bölcsek. Az Isten vigyázzon rátok. És növekedjen a gyermek. Egészségben. Bölcsességben. És tudományban. És a bölcsek nagy örömmel indultak haza, bár hosszú út állt előttük, de a rejtét megfejtették, és felkutatták a királyok királyát. Hát ez a karácsonyi történet, és ezt a ti kincses könyvetekből olvastam, a Bibliából. Milyen különös, mindegyik kapott valami különös jelet, de egyik csapat sem tudott csak úgy egyszerűen rátalálni, hanem keresni kellett. És mivel elindultak,
és nem adták fel a kutatást, ezért a csodálatos mennyei jelek segítették őket életük legnagyobb kincset érő találkozásához. Bizony, fiúk, ebből látszik, hogy nem csak a kincskereséshez kell kitartás és keresés, hanem ahhoz is, hogy találkozzunk a megszületett megváltóval, Jézus Krisztussal. Ez a karácsony legnagyobb ajándéka, a kincse, ami számunkra. Ő a földre jött azért, hogy legyőzze a sátánt, hogy megváltson minket, megszabadítson a halálfélelemtől és a betegségektől, vagyis a bűn következményeitől. Jó, Nagyi, értem, de hogyan tudjuk keresni őt? Igen, hogyan kereshetjük? Hát imádkozol, megszólítod, és meg is várod, hogy válaszoljon. És ha nem hallom? Igen, ha nem hallom. Akkor újra szólsz. Nem szabad feladni, úgy, ahogy a bölcsek se adták fel. Nem találták, de újra nekiindultak, és keresték. És... jött a csillag, és megtalálta. Hát igen, mindig jön valami mennyei jel, és tudjuk, jó úton vagyunk. Hát most lesz karácsony. Szerintem ne csak ezekkel a földi kincsekkel legyetek betelve, hanem a mennyei kincset is találjátok meg. Ahogy a pásztorok meg a bölcsek. Igen, ők megtalálták, és nekik igazán karácsony lett. Legyen nektek is igazán karácsony. Hát én meg akarom találni Jézust. Meg is fogod találni. Abban biztos vagyok. Mert aki keres... azt talál! Rozália néni, annyira jó volt ez a történet. Én is elgondolkodom a keresésen. Lehet, hogy már ma este megpróbálom, és elmondom, mi történt. Nagyon helyes. Látom, lázba hozott titeket ez a mennyei kincskeresés. De ha ezt a kincset megtaláljátok, az soha senki nem fogja tőletek elvenni. Ez az! Igen! Az jó! Gergőkém, te is egyél velünk. Vár kint a konyhában a finom vacsora. Annyi finomságot főztem. Palacsinta, babgulyás, és még túrós csusza is van. Jaj, az nagyon fincsi lesz. Akkor maradok egy kicsit. Jó. Jó, akkor gyere ki, Gergő, a konyhába. Zozó, te is. Oké, megyek. Gyere, menjünk már, mert nagyon éhes vagyok. Jó, én is. Boldog karácsony. Sziasztok, gyerekek. Hát akkor már csak annyi van hátra, hogy elbúcsúzzunk a gyerekektől. Boldog és áldott karácsonyt mindannyiótoknak. Tudjátok, karácsony a mennyei csodák ideje. Ha most ti is keresni kezdtetek, ahogy ezek a fiúk, biztos a menny megmutatja magát nektek. Na megyek, mert ezek már nagyon éhesek. Még megeszik a lábast is, ha nem vagyok ott. Szervusztok, gyerekek! Békés advente, és boldog karácsonyt még egyszer!